Befejeződtek az aratási munkák. A tavalyi történelmi rekordhoz képest idén alacsonyabb volt a búzatermés. Ennek ellenére is biztosított a hazai ellátás és az export is. Országos szinten ugyanis 958 ezer hektáros területről 5 millió tonna termést takarítottak be a gazdák. Arányait tekintve átlagosan elmondható, hogy a betakarított mennyiség 70%-a takarmánybúza, a maradék 30% pedig az étkezési búzái volt eddig, idén azonban ez körülbelül fele-fele arányú lett. Ebben az évben a termés átlag mintegy 5,2 tonna volt hektáronként, minősége pedig nagyon jónak mondható. A mi megyénkben a búza talán az, ami az országos átlagnak megfelelően meghaladja az 5 tonnát, körülbelül 25 ezer hektáron termelünk itt búzát. A Tritikálé van még ilyen nagy területen, ott 3,8 tonna a megyei átlag. Ez országos szinten közel van a 4,2-höz, és a rost termelünk még ilyen nagyon mennyiségben, körülbelül 4 ezer hektáron. Itt a 2,8 hektár a megyei átlag, ez is valamivel kevesebb az országos átlagtól. Az idei össztermés a 2016-os rekordévtől mintegy 7%-kal marad el, de az elmúlt 5 év arányát még így is meghaladja, közel 5%-kal. A magyar búza azért is lehet versenyképes exportáru, mert géntechnológiai módosításoktól mentes és kiváló minőségűnek számít. Körülbelül 2,3 millió tonna az a mennyiség, amelyet a külföldi piacra szánnak.